Új szezon, új logó, új csapat, új szabályok. Utóbbi azt jelenti, hogy a másodosztályban engedélyezett egy légiós helyett az A csoportban 4 külföldi játékos lehet egyszerre a pályán. A kék cápák szerdán közülük 2-t be is mutattak. A litván Ritis Pipiras már át is esett a szokásos orvosi vizsgálatokon, a kedd este érkező amerikai C.G. Bryce útja pedig a repülőtérről egyenesen a Continental Arénába vezetett, ahol dobált egy keveset. Pető Ákos vezetőedző szerint mindketten erősségei lesznek a csapatnak. Mindenképpen fiatal légiósokat akartunk szerződtetni, viszont fontos volt, hogy azért legyen valakinek európai tapasztalata is. A Ritis Pipiras személyében egy olyan játékos sikerült, aki fiatal, egy nagyon erős iskolába jött, hiszen litván utánpótlás válogatott volt, valamint Németországban légióskolott, tehát maximálisan meg vagyok vele elégedve eddig. CJ Bryce személyében pedig egy olyan, aki egy erős egyetemi programból jött, újonc Európában, tehát ebben van egy kis hullámzás, a játékában előfordulhat, de egy nagyon jó pontszerző és egy nagyon, nagyon pozitív személyiséget ismertem meg benne. A 3-4-es poszton bevethető 201 cm magas litván kosaras a legutóbbi szezonban a német második ligás Schwenningen csapatában szerepelt, mint elmondta a fejlődése érdekében igazolt Nyíregyházára. A magyar bajnokság évek óta fejlődő nagyon erős liga. Nekem ez Németország után előrelépés jelentett a karrieremben, amit Nyíregyházán szeretnék tovább építeni. Az egyelőre még az átállás nehézségével küzdő C.G. Bryce-ra 2-3-as poszton számíthatnak a cápák. Az amerikai kosaras támadásban és védekezésben is a csapat hasznára lehet. Csapatembernek és sokoldalú játékosnak tartom magam. Dobóként, védekezésben és gólpasszokkal is segítettem eddigi csapataimat. A Nyíregyháza kedden egy zárkapus edzőmeccset játszott Jászberényben, amelynek pénteken lesz a szintén zárkapus visszavágója Continental Arénában. A jövő héten egy oroszlányi tornán szerepelnek a cápák, a házigazda a Pécs és a Szombathely társaságában. Szeptember 9-én és 10-én pedig a Sitkó Ernő emléktornán a Debrecent, a Honvédot és az Albafehérvárt látja vendégül a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Nyílt kapus lett a rendezvény, a mindenkori hatályos jogszabályok szerint fogjuk megrendezni, tehát jelenleg szerint érettségi igazolvánnyal látogatható. Természetesen szeretnénk, ha minél többen jönnének, hiszen a torna legfőbb célja az, hogy a Sitkó Ernő ugye fél árban maradt fiát, illetve lányát, Zsuzsit, illetve Marcit megsegítsük azzal, amivel tudjuk, tehát a teljes egybevételt, a teljes torna bevételét ugye számukra ajánljuk föl. Erről természetesen a részleteket jövő héten közzétesszük, és hogy és miképp fog ez történni, de nem csak azért, hanem azért is, hogy lássák először a nyíregyházi csapatot itthon a szurkolóink, minél több szimpatizást várunk, és remélem, hogy egy nagyon jó hangulatú torna fog zajlani. A rajt előtti héten még a budapesti Honvéd otthonában lépnek pályára a cápák, majd a bajnoki nyitányon szeptember 22-én Debrecenben vendégszerepel Pető Ákos együttese.